Aranyérmes lett a mezőkövesdi Érdi Mária a Lézer Radiál hajóosztály U19-es vitorlás világbajnokságán. A sportoló augusztus végétől már az őszi felnőtt VB-re készül. A tehetséges sportoló a kanadai Kingstonban megrendezett korosztályos VB-n vett részt 22 ország 52 sportolójának társaságában. A Tihanyi Hajósegylet 17 esztendős kövesdi kiválósága az első napon mindkét futamot magabiztosan nyerte. A 10 futamból pedig összesen 6 alkalommal ért célba az első helyen, így végigvezetve 10 pontos előnnyel lett világbajnok. Mária nagyon örült a sikernek, de nem volt maradéktalanul elégedett. Voltak figyelmetlenségek, ami után megnyertem az első két futamot, utána nagyon meg akartam nyerni a többit is, szóval itt becsúszott egy 12. hely, mert mindenképpen nyerni akartam, és ezért kockáztattam nagyokat, de utána sikerült összeszednem magam, mert az edző is rám szólt, hogy nem kell megnyerni az összes futamot, és utána sikerült higgadtam vitorláznom. Mária legközelebb az ománi felnőtt világbajnokságon indul, ahol sikeres szereplés esetén kvótát szerezhet hazánknak a jövő évi riói olimpiára. Most szeptemberben még elindulok két hazai versenyen, egy Európa kupán meg az országos bajnokságon. Utána pedig lesznek edzőtáborok, ami direkt a világbajnokságra felkészülés. Lehet, hogy elmegyünk a Gardatóra edzőtáborozni, vagy itthon. Ez még nem biztos, még meg kell szervezni. A kvalifikációs VB-t novemberben fogják megrendezni, de addig még több megméretésen is elindul. A kvalifikációs VB-n várhatóan 12 futamot fognak megrendezni, és az összesített verseny első 4 legjobb nemzetének képviselője szerez kvótát a nyári olimpiára. Mária bizakodó, hiszen a korosztályos VB-n több olyan versenyzőt is maga mögé utasított, akik biztosan részt vesznek majd a riói ötkarikás játékokon.